van nekünk genfi kedvencünk, akkor az a Pininfarina Cambiano. A neve egyébként a Pininfarina központjából jön, de ennél jóval bonyolultabb, hogy mit fejez ki. Elégedjünk meg azzal, hogy ez egy tanulmányautó, amelyik mind karosszéria építésben, mind pedig technikai töltetben újat mutat. A karosszériája szénszál merevítéses műanyagból készül, elől-hátul könnyű fém ütközési zónákkal, de ami sokkal érdekesebb, hogy az aerodinamikai tulajdonságokon kívül a teteje például üvegből és szénszál merevítéses műanyagból készül, és ott látszik át, ahol fontos. Ezen kívül pedig egy Fernández nevű művész képeit vetíti videóval a tetőre. A formáról még egyet, a Pininfarina tervezett bele egy órát, Cambiano stoppert, ezt nem Olaszországban reszelték, hanem az 1822-ben alapított svájci Bovetnél, limitált széria, és ezt kiveheti a használója és a csuklójára teheti, illetve az íróasztalán is elhelyezheti. Ennél talán sokkal ördögibb ötlet az, hogy a burkolatot belül, ami a padlólemezen is látszik meg az ajtó szélén, egy szuette tölgyfa burkolat, ezt a velencei lagunákból emelték ki, és ezt az öreg fát hasznosították újra. Itt látszanak, hogy nagyon jók a vonalak, és az is majd az ajtó belső felén, hogy hogy néznek ki ezek a fa elemek. A bugi persze a hajtásláncban van, litium-ion akkumulátorok, 50 kWh, 500 kW csúcs teljesítménnyel, és ezek hajtják a 4 villanymotort, ami közel a kerekekhez van elhelyezve egyenként az alváz nyúlványokon. Az összesített teljesítmény 600 kW, a nyomaték 640 Nm, az elektronika motoronként szabályoz, ez nagyon leegyszerűsíti a visszatáplálás, a lassítás, a fékezés, a kitörésgátló és a kerekenkénti nyomaték elosztás, az úgynevezett vektoros nyomaték elosztás és a blokkolás menedzselését. Ennél szellemesebb már csak az extender, egy 50 kW-os dízelolajjal vagy egyéb tüzelőanyagokkal is működtethető 40 kg-os Bladon mikrogázturbina. Ez tulajdonképpen elektromos áramot is szolgáltathat egyenesen a motoroknak, de tölti egyébként az akkumulátorokat is. Euro 6, Euro 7-esre növelhető egyébként a tisztasági fokozata az autónak. A pusztán elektromos üzemmel, a turbina használatával együtt a városi ciklusban 205 km a hatósugár, de ha extenderként mechanikusan is hajtja a szerkezetet, akkor 800 km-re emelhető ez a távolság. A turbina tömege mindössze 40 kg, a jármű teljes tömege 1695 kg, 0-ról 100-ra 4,2 másodperc alatt gyorsul, és a folyamatos végsebesség 250 km/h. Oh, how much I try, I will always...